Yeah.
A sír a vég, és én a házadon a sír a nép, mindig csak az húzza. Ezt a csávat, hogy fél meg a pucit, tetszett az öreg sírba, hoppá. A házadon a sír a nép, mindig csak az húzza. Az a folyó csika, fia meg a sorcsal, tetszett az öreg sírba. Anyósodik támán teljesen be van indulva, mert feladat előtt áll
Éppen ezért mielőtt a tortát átadnám, még a menyasszonyt megkérem, hogy foglaljon helyet ezen a széken, hiszen a menyasszonysága hamarosan a végéhez érkezik, és újasszonyként fog hamarosan megjelenni közöttünk. Éppen ezért arra kérem a kedves édesanyját, hogy az első mozdulatokat végezze ezen az úton, amíg pedig ő ezt a munkát végzi, addig arra kérem a kedves násznépet, hogy aki tudja azt a nótát, amit mindjárt el fogok kezdeni, az segítsen nekünk, és amíg az anyukája elvégzi ezt a munkát, addig énekeljük el neki azt a nótát, hogy és tessék! Azt, hogy lesz a lány, a vinnagból a rózsa, sok-sok édes perc meg lesz, jó párt köszöntsük most nagy tapsal. Köszönöm szépen a közreműködést az anyukának, tisztelt vendégsereg! Egy cukrá, a szerelem szele, a lisztet meg a cukrot összefújta, egy cukrász legény, ez teljes légzel összegyúrta, nekem meg azt mondta, hogy ennek neve volt. Amikor először elém került szép kecses formája, én azt gondoltam róla, hogy egy fehér népbotros cicumája, de amikor megtudtam, hogy még drága ez a sütemény, jaj, behozatal, akkor vigyázva jöttem én. Nem is lett baja, mint látják, letettem, a mennyasszony mind örül majd ezen. És amikor ebben megkínáljuk az ő kedves hites párja, én tudom, csókra nyílik tőle, édes pici száj. Tisztelt vendégsereg, engedjék meg, hogy átadjam ezt a tortát az ifjú párnak, őket pedig arra kérem, hogy az első szeleteket vágják ki belőle, és kínálják meg vele kedves vendégeinket. Önöket pedig arra kérem, hogy fogadják nagy-nagy szeretettel azt a szeletet, és fogyasszák nagyon jól. Van tiszta még a szerelem, visszállás. Nincs ágyék még a szíveden, ne is várt. De ne felejtsd el azt, hogy van még. Van itt illa. Most olyan a szóra, a szét.
Tisztelt vendégsereg, az új párt szeretném, hogy a köszöntenék majd nagy tapsal. Él az ifjú pár! Hölgyeim és uraim, egy csodálatos párt. Egy pár galambot fogtam, aranyos a tolla, már nincsen fent a kontya. Szeretném megkérni a kedves násztagy urakat, fáradjanak ide hozzám. Nézzék meg, amit elébük vezettem, ereszthetem a útját. Kérem szépen, vizsgálják meg az újasszonyt, hogy újasszonyt át fog bocsájtani. Ahonnan tetszik. Megfelel, Nászlagy urak? Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kérem, a Nászlagyok, akikben nyilatkoztak, hogy a jelenlévő újasszony, aki még csak menyecske, menyecske tázak bocsájtani. Kérem tiszteletet. Éme itt áll az ékes újasszony, hogy újasszony fővel most először táncoljon, és hogy mindenkinek egy nótát mutasson. Jöjjenek hát kérem, és járják el vele a menyecske táncát, csak vigyázzanak arra, hogy lenne a kosárban cipőjének órát, mert gondoljanak arra, hogy azt nagyon drágán varták. Éppen ezért majd több mint 10 forintot lesz a csöpp is varták. Hölgyeim és uraim, ott az asztal közepén áll egy üres tányér, én kezdem a táncot, a többi még rájön. Addig nyúkáljanak az zakó zsebbe, kis táskába, retikülbe, nagy kabátba, mindenhova. 10 000-esért, 20 000-esért, 500-asért, 200-asért, pengőjén, dollárért, mindegy milyen pénzért. Remek barátom, játssz el mindjárt itt az újasszonyért. Játssz el azt a nótát, amit akkor játszottál. Ezzel már be basszus. Amit akkor játszottál, mikor vívtuk legőtt fárát, emlékszel rá? Nem. Hát akkor most játszott, hogy asszony, asszony. Mert asszony, asszony, azon akarok felni. Nékem most már nem tartsos egyébként. Sem a apám, de sem anyám. Mert azért leszek kiszeretett ki a hanzám. Sem a apám, sem anyám. Azért leszek kiszeretett ki a hanzám. Hello!
I'll take it.